A tél nehezen adta meg magát a régóta küszöbön toporgó tavasznak. Már március közepén járt az idő, Józsefnak volt, Józsi második éve, hogy elvesztette apját. Igen nehezen fogadta el ezt a tényt, hogy most már élete hátra lévő részét anyja és apja nélkül kell, hogy leélje. A névnapokat, a születésnapokat, a karácsonyokat és a húsvétokat egyaránt. Sószéken élt a cigány telepen. Egy kis viskója volt a többi cigány között, akik fenntartásokkal fogadták be, mert már ő is cigány volt, valahogy mégis más volt, mint a többiek. Gyermekkorában hozzájuk képest pompában nevelkedett, szülei iskoláztatták, jól is tanítója, és még a pap is azt javasolták szüleinek, legyen a fiúból pap, mert eszes, igen fogékony a tudásra, olyannyira, hogy még püspök is lehet belőle, de nem kizárt, hogy még annál is többre viheti. De nem lett belőle se pap, se annál több. Lett viszont belőle sószéken mesemondó, a cigányok nagy örömére. Hiszen a hosszú téli estéken a nyomorú putri lakóknak egyéb szórakozási lehetőségük nem volt, mint a mese. A mozi elérhetetlen messzeségben csak a békéscsabai városi polgárok számára lehetett elérhető boldogság. Józsi viszont egy-két liter bor mellett lekötötte a mesevilágot szomjazó csorró cigányokat. Olyannyira, hogy beleélték magukat egy-egy meseős szerepébe. A hajnalokban nyúló egyszemélyes színház folytatását mindig nagyon bánták, sáblikat vittek magukkal egy-egy nagyobb putriba, sokszor még az ajtón kívül is hallgatták a meséket, annyian voltak az érdeklődők. Józsi egy idő után, ha másért nem is, de az egyetlen szórakozásuk véget végül is elfogadták asszonyának a rokonai. Ennek dacára soha nem érezte magát otthon a sószéki cikány telepet dolgozott, pedig még a falu orvosával is igen összebarátkozott, amikor hosszú hónapokra ledöntötte lábáról a betegség és hastífusz miatt ágynak esett. Mondta is neki Godán doktor, fia, az Isten is úgy akarja, fel fogsz gyógyulni, de akkor ígérd meg nekem, hogy elmész innen. Fogd a kis családodat, menjen úgy, hogy ne is nézd vissza. Ez itt egy fertő, minden betegségnek a góca. Van egy jó mesterséged, így sosem fogtok éjjel halni. Tudod azokat a cigányfúrókat csinálni, meg tudod foltozni a lyukasedényeket is. Egy szóval, igen ügyeskedünk, fiatal ember vagy, még a köszönüléshez is értesz. Vagy mit akarsz, hogy itt pusztulj el a cigánytelepen? Nagy kínokat élt át, volt ideje elgondolkodni a sorsán. Közel 3 hónapig kanállal letette a feleséget, egy csecsemő, mert olyan gyenge volt, hogy kiesett a kezéből a kanál. Lázálmában sokszor visszatértek a felejthetetlen, szép gyermekkor emlékei, tükrös csizmában, bocskai ruhában, bojtos aranykarddal az oldaláján, az iskolában és a katolikus paphoz tanulni. Vasárnaponként, havonta egyszer, kisváros előjárói hozzájuk jártak ebédre. Apja nemzetközileg híres lókereskedő volt, ő pedig színészi tanodába is járt. Álmában sokszor visszatér egy szőke, göndörhajú lány, akinek a nevére már nem is igazán emlékezett, csak arra, hogy az előadás után kézzel fogva meghajolna, és azt a bizonyos hosszan tartó tapsot soha nem tudja elfelejteni. Ezek az emléket, mint a remény utolsó szalmaszálai tartották meg az életet. Ő volt Rómeó. A szőke lány az erkélyen osztálytársa Júlia. Lábadozását a téljes tavasz hozta meg, kiült a putri elé, hogy a dohos putri szagot elfelejtse, ha csak kis időre is. A hideg erősen fújó szél majd elsodorta, olyan sovány lett. Összehúzta magának a kunyáját, a kabátja lögyögött sovány vállain, testét átjárta a hideg fogait, kocogtatta a fagyott csípős szél.
Bizony kárnyác, kitől fúj a szél, jutott eszébe apjának sokszori megjegyzése, ahol ami nem tetszését váltotta ki. Szegény apám ne sokszor mondta ezt a mondatot, főleg akkor, amikor a csórlóság miatt sokszor korgó gyomorral kellett vándorlásuk alatt egy-egy szárkunkban éjszakára álomra hajtanunk a fejünket, az anyja korai halála után, amikor teljesen elvesztették a vagyonokat. Ahogy szívta magában kőrös felől fújó tiszta levegőt, azon vette észre magát, hogy éhes, korog a gyomra. Na csak ott voltam. Már régóta nem éreztem éhséget, csak undor, ha bármilyen ennivalóra néztem, vagy csak egy kanál leves nagy nehezen belém tukmáltak, annál többet hágytam ki. Ráadásul az is olyan keserű volt itt a nepe. Most meg úgy érzem egyszerűen, hogy a vasat is megenném, csak már itt lenne a számba. Lassan rámulált József, a nehezen is, de újból megtanult járni. Bizonytalanul mozogtak a lába, és sokszor csak a pot mentette meg, hogy el ne vágódjon, no meg a putri vékony fala, ami nem másból áll, mint a földbe leszúrt, napra forgó szárakból, amit kívülbelül kézzel tapasztottak be fiatal asszonyával, amikor eljöttek a lány anyjától, mert várták az első gyereküket. Külön akartak már élni. Mária azt ígérte, ha az apja kusró meghal, oda megy Józsival, ahol akarja, csak addig legyen türelemmel. Tudta, látta, érezte, hogy a ura csak ő miatta tűri, hogy a bátyja megalázza. Pózsgula sokszor elbánt vele, hol a lovaiban tett kár, hol őt verte meg. A nagy hangú lókupec lenézte a sógorán, mert fúrókat kovácsolt. Lyukas fazekakat foltozott, orlókat, késeket illetett. Pózsgula ezt a munkát koldulásnak nevezte. Sokszor szapulta Máriát, amiért Józsit választotta, és nem a gazdag kérői közül valamelyiket. Ezért aztán József alig várta azt a napot, amikor elkerülhet a sószéki putri telepre.